Kettő. Start. Ez egy szinte tökéletesnek tűnő start, vagy legalábbis egészen jól sikerült start. A napi főfutam a Jungfraudi, a nap hetedik versenye. Übü király kívülre fordult, nagyon-nagyon hamar van talpon, és ő az, aki elmegy vezetni, diktálva a tempót. A favoritok közül Alfa Boya falra fordulva, és egészen hamar lábra kapott, üget a második helyen Übü király mellett, illetve mögött jelenleg érkezik Juliana. A folytatásban Zantafont, illetve Adriana Asti, Vital, Ergé, Victori, Nick és Promo Camp is megérkezett. Tulajdonképpen ott Adrián Ast és Vital Ergé mögött lehet mondani, hogy ledolgozták a térhátrájuknak a javarészét. Juliana ott be tud ülni, be tudja fúrni magát tulajdonképpen a vezető Übü király, valamint Alfa Boy közé, úgyhogy a front az libasorban rendeződik, a negyedik helyen Zantafont, aztán pedig jön két kettes fogat, Adrián Ast és Vital Ergé, valamint a két térhátrányos Viktor Önik, illetve Promo Camp jó voltával. Egy kör van még hátra a Jungfraudiból, az élen változatlanul Übü király, mögött egy hossza Juliana, aztán pedig jönnek a favoritok, közülük is elsőként Alfa Boy. Jó tempót látszik diktálni a vezető Übü király mögött pedig ott van Juliana, Julianát pedig Alfa Boy követi, Alfa Boy hátán bent a falon, még mindig Zantafont, kívülről pedig Vital Ergé, aki gyakorlatilag Promo Campet húzza magával. A mezőny végén Victory Nick színei látszanak, illetőleg ott helyezkedik el egyelőre Adrián Asti is, Veljko Mazsicsa alakul, amikor érkeznek a istáló egyenesre, és nincsen semmiféle változás. Ez az Übü király töretlen lendülettel az élen üget, mögötte pedig ott van Juliana, majd pedig Alfa Boy a következő lovunk. Alfa Boyt pedig belülről tudja követni Zantafont. Nézzük, hogy kívülről esetleg kapnak-e támadást. Inkább ellenkezőleg úgy látom, hogy Vital Ergé fárad ezzel, viszont Promo Campet is talán egy kicsit hátráltatni fogja. Ami pedig Adriana Astit illeti, egyelőre még csak a közép mezőnyben, nehéz lesz onnan kibontakoznia. Nem lesz könnyű, igen, ott a falon jön Alfa Boy, mögötte Zantafont, egyen hátrébb Adriana Asti, utóbbi helyzete nem túlságosan rózsás. Übü király nagyon-nagyon erős kihagyása után előnye a finisre fordulva is legalább 3-4 hosszas. Most indulnak a favorit. Elsőként Alfa Boy az ő nyakán, ott van Zantafont, Adiarást is próbálkozik. Kérdés, hogy Übü királyt utol lehet-e érni, az utolsó 200-on megpróbálják minden esetre. Olvad Übü király előnye, Zantafont nagyon erős, Alfa Boy nem tud jönni. Jön ki kívülről Adrián Asti, Zantafont vagy Adrián Asti, Adrián Asti vazsítjal, Adrián Asti óriási utolsó 150 métert produkálva megnyeri a Jungfraudíjat. Adrián Asti, Zantafont, Übü király a harmadik, Alfa Boy csak negyedik.